A kerekasztal beszélgetést a tartományi gazdasági titkár helyettes nyitotta meg. Felszólalásában Pavle Pocsucs kitért arra, hogy országos szinten vajdaságban a legmagasabb arányú a fogyatékkal élők foglalkoztatása. Nagyon fontos lenne, hogy egy évben többször is asztalhoz üljenek azok, akik érintettek ebben az ügyben. Az oktatásnak kiemelt szerepe van abban, hogy ezek a személyek jobban beilleszkedjenek a munkaközösségbe, emelték ki az illetékesek. Felismertük a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának fontosságát. Erre a célra 20 millió dinárt különítettünk el. Az említett összeget olyan cégek között osztottuk szét, amelyek fogyatékkal élő személyeket alkalmaznak a termelésben. Itt kiemelném, hogy ezeket a vállalatokat külön pontozzuk, és a források szétosztása során előnyben részesítjük. Ez a kerekasztal beszélgetés épp arra szolgál, ami a fő célunk is, hogy elősegítse a párbeszédet a fogyatékkal élő személyek és a munkaadók között, valamint, hogy megkönnyítsük a munkába állásukat. A törvény kidolgozásából is kivettük a részünket. Akkor is ott voltunk, de mindig itt kell lennünk, amikor csak alkalom nyílik arra, hogy elmondjuk az illetékeseknek a felmerülő problémákat. A szociális gazdálkodás fellendítésén és népszerűsítésén kell fáradozni. Ezen kívül az lenne a legfontosabb, hogy a médiumok bevonásával leromboljuk a fogyatékkal élők munkájáról alkotott előítéleteket, állapították meg a résztvevők.